Szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon hálás vagyok a dr. Tamasi Józsefnek, Kócs Artérnak, hogy ezt a rendezvényt megszervezték, és különösen hálás vagyok azért, hogy engem is meghívtak. Nektek is nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek, és bíztatást adtok azoknak, akiket ma az a vágy hajt, hogy ez a világban zajló folyamatsor, ez nem elfogadható, és ezen változtatni kellene. Bizony változtatni kellene, a változtatáshoz azonban cselekednünk kell. Gondolom az elhangzott előadásokban, meg a következőkben is nagyon sokan elmondják, hogy mi a baj. Hogy mi rontja az életünket, meg azt is nagyon sokan el fogják mondani, hogy mit kellene csinálni, hogy jó legyen. A hogyan kérdésre nem sok válasz érkezik. Pedig ez lenne a lényeg. Ahhoz, hogy a hogyanra válaszolni tudjunk, ahhoz először is azt kell tisztázni, hogy a rendszerek válságát éljük, gazdasági rendszer, pénzügyi rendszer, politikai rendszer, egészségügyi rendszer, mindenféle rendszerek válságát éljük, akkor a válaszokat is rendszer szinten kell megadnunk. Új rendszereket kell felépítenünk, amiket először természetesen meg kell tervezni. Ez egy komoly munka. Nagyon összetett. Sokféle szaktudást igényel, sokféle tevékenységet igényel, azonban ezeket nem külön-külön kis műhelyekben, az ország valamelyik szegletében, a többiektől elbújva, önállóan kell végezni, hanem egy hálózati rendszerbe összekapcsolva, ahol kiegészíti egymást a szellemi műhely, a szellemi műhelyek sokasága, azokkal a cselekvő műhelyekkel, akik valamilyen fizikai tevékenység végzésével próbálnak hozzájárulni ahhoz, hogy az életünket jobbá tegyük. Nos, ha megvan bennünk az igény a változásra, és elszántuk magunkat arra is, hogy először megszerezzük az ehhez szükséges tudást, aztán a szívünket teletömjük bátorsággal ahhoz, hogy cselekedni is tudjunk, akkor elkezdődhet a munka. Az első legfontosabb, amit definiálunk kell, hogy mindazokért a folyamatokért, amik a világban ma zajlanak és megrontják az életünket, azoknak az okát keresve ne bűnösöket keressünk, ne keressünk magunknak Sorosokat, meg Bill Gates-eket, meg Klaus Schwabokat. A világ jelenlegi állapota a mi lehetünk kivetülése. A világ olyan, mint amilyenek mi vagyunk, amilyenek mi tesszük. Ha változtatni akarunk, akkor a változást mindenkinek először saját magával kell kezdeni. Ez megtörtént, és én azt gondolom, hogy itt a jelenlévő hallgatóság többsége már ezen az úton elindult, akkor a következő feladatunk az, hogy a környezetünkre legyünk olyan hatással, hogy inspiráljuk őket is arra, hogy elinduljanak ezen az úton, a jobbá válás útján. Ha ezen a lépcsőn túl vagyunk, akkor jön az a fizikai sík, hogy akkor mit kell tennünk? Hogy tehetjük meg azokat a lépéseket, amelyeknek hatása lesz a körülöttünk lévő világra? Hatással leszünk azokra a folyamatokra, amelyekről most panaszkodunk, hogy ártanak és gonoszak, és tönkreteszik az életünket, az egészségünket, a képességet, stb. Hát úgy, hogy a szervezetté válunk.
az az erő, amelyik 3500 éve kitűzte célul, hogy megszerzi az emberiség fölötti irányítást, a világhatalmat, ez a nem gói csapat, az 3500 éve nagyon pontosan hagyja végre a tervét, mert hogy neki volt egy terve, amit a Jóisten adott neki. Hogy a tervet végrehajtsa, ehhez megszervezte magát. Mi itt panaszkodunk, én most már 10 éve figyelem ezt a panaszkodást, járom az országot, és mindenhol hallom a jelenlegi magyar nemzet egyik fő tulajdonsága, hogy 24 órán keresztül folyamatosan tud panaszkodni. Nyilván nem azokról beszélek, akik itt vannak, azok cselekvők. Nos, a panaszkodás nem elég. Meg kell szervezni magunkat. Ezt kellene megtanulni attól az erőtől, amely a fogságába ejtett bennünket. Nem kell rájuk haragudni, mert nekik ez a dolguk, hogy nekünk leckét, feladatot adjon, mert hogyha ezekre a kihívásokra választ adunk, akkor közben mi magunk válunk jobbá. Ez a földi útunk lényege. Ahhoz, hogy megszervezzük magunkat, definiálni kell azt, hogy mit szeretnénk elérni. Olyan célokat kell kitűzni, amelyek széles társadalmi rétegeket be tud vonzani, meg el tud fogadni. Ami megoszt bennünket, amiben nem értünk egyet, azt tegyük félre. Keressük meg azokat a pontokat, amikben egyet értünk nagy számban. Fontos, hogy nem 5000-en, nem 10000-en, nem 100000-en. Az előző választáson a Fideszre 2.600.000 ember szavazott. És akkor ez többség. Nos, nekünk is legalább ilyen célt kell kitűzni, hogy legalább 2.600.000, de legalább 2.5 millió ember szimpátiáját élvezzük, és hogyha kell, akkor ezt az erőt, ezt a tömeget egy irányba, egy cél, egy mozgósítási cél érdekében meg is tudjuk mozdítani. Itt van Németh Zoli barátom, aki folytatott beszélgetés során nagyon érdekesen hívta fel a figyelmemet, amit én így nem gondoltam még végig. Ahhoz, hogy hatalomváltás legyen, hogy rendszerváltás legyen, ahhoz legalább 20000 olyan munkatárs kell, akikkel ezt aztán majd üzemeltetni lehet. Tehát értsetem, 20000 tévénéző, lájkoló, megosztó, hanem 20000 olyan feladatvállaló, aki valamilyen szakterületet képzettséggel bír, és a tudását, a szaktudását, a munkáját egy irányba állítva, egy folyamat részeként végzi nap, mint nap. 20000 ember. A kérdés az, hogy hogy tudunk elérni ilyen nagy számú közönséget, népességnek ilyen nagy részét. Hát, kedves barátaim, az a rossz hírem, hogy spirituális jelszavakkal, vagy pedig a Szent Korona jogrendre hivatkozva biztosan nem. Fellengzős szlogenekkel sem. A helyzet az, hogy az emberek legnagyobb része be van szorítva a Maszlói piramis alsó két sárjába. A megélhetésért folytat küzdelmet nap mint nap. Őt ez érdekli. Hát akkor a megoldás is itt lehet. Olyan mozgósítási célokat, olyan programokat hozunk létre, amelyek ennek a nagy számú rétegnek az érdeklődését felkelti, sőt, rá tudjuk bírni valami olyan tevékenységre, amit ha nem is ért pontosan, de mégis annak a hatása azokat a rendszerváltási vagy változtatási folyamatokat indítja el, amire annyira nagyon szükségünk lenne. Mert hogy mondjuk ki, rendszerváltásra van szükség. Nem változtatásra, rendszerváltásra. Nos, akkor az árszó az elmúlt 10 évben
mi kis csapatunkkal ezeken a megoldásokon dolgoztunk. Biztos hallottatok már a Texas klubról, van egy Texas klub tag. Ó, nézz oda! Jó, álljatok fel egy pillanatra, hadd kérjem meg! Bravo! Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm, hogy itt vagytok, és hogy vállaltátok is a klubtagságotokat. A többiek figyelmébe ajánlom az itt jelenlévő társainkat, és szünetekben alkalmasint magassák őket, hogy mi is ez a Nexus Klub. Nos, a klub rendszerében egy pénzhelyettesítő rendszer működik most már másfél éve olyan, amiről itt több előadásban hallottatok, már hallani fogtok, ez nálunk már működik. Működik a vásárolói magyar vállalkozótól vásárlói közösségprogram, ti kelletek még hozzá, és még sok más megoldás, de ezt majd egy másik alkalommal fogom elmondani nektek. Réli, nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen türelmes voltál velem, a jó Isten áldjon meg!